A Fehérvár megyei Agrárgazdasági Kamara köröltve a fehérvári gazdakörrel pályázott a Városi Civil Alap forrására, és elnyerték azt a támogatást, amelynek a keretein belül a Tóvárosi Általános Iskola 5. osztályos diákjai az apiterápiás házban megismerhették, milyen a méhek munkája, hogyan dolgoznak, és milyen jelentőségük van a világban, illetve az agrárgazdaságban. Úgy gondolom, hogy ennek a kezdeményezésnek köszönhetően a székesfehérvári fiataloknak lesz lehetősége belekóstolni abba, hogy a mezőgazdaság milyen értékekkel rendelkezik, milyen pályaválasztási lehetőségeket nyújt, és majd, ha oda jutnak, akkor remélhetőleg kedvet kapnak, hogy ezt a pályát válasszák maguknak. Antal István méhészmester a szakma kiváló képviselőjének előadásában a fiatalok teljes körű tájékoztatást kaptak egy-egy méh család felépítéséről, és természetesen megtudhatták azt is, milyen feladatai vannak a méhészmesternek. Egy új dimenzió nyílik meg számukra, mert ezek a gyerekek azért nem biztos, hogy sokat tudnak a méhecskékről, és itt élőben tudnak méheket nézni, amik gyakorlatilag a kaptárnak a külső és belső életébe is betekintést nyerhetnek. Ezen kívül egy előadás keretein belül a méhek és az emberek kapcsolatával kapcsolatos előadást fogok nekik tartani, és hát reméljük, hogy amikor elmennek innen, akkor egész más szemmel néznek ezekre a kis szorgos jószágokra. A fiatalok a pályázat keretén belül természetesen nem csak a méhészettel fognak megismerkedni, hanem betekintést nyerhetnek a mezőgazdaság más területeinek mindennapjaiba is.